szerves anyagfeldolgozó. A fenntartható és hosszú távú gazdálkodást is segíti a 2,6 milliárd forintos beruházás Nyírjákon. Magyarok kenyere, továbbra is várják a gazdák búza felajánlásait a megyében. Új felszerelés, laptopokat és multifunkcionális eszközöket kapott a nyíregyházi védőnői szolgálat. Átadták a 2,6 milliárd forintból épült Baromfi Coop Kft. Szerves anyagkezelő gyárat Nyírjákon. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Üdvözlöm Önöket! Agrártörténeti pillanatnak nevezte az üzemindítását az ágazat minisztere, mivel szeptembertől elindul egy új típusú körforgásos gazdálkodás. Európában is egyedülállónak számít a gyár felszereltsége. A korszerű technológiának köszönhetően évente 60 ezer tonna baromfi trágyát dolgoznak fel az üzemben. A környezetkímélő eljárásnak köszönhetően a trágyából fermentátum készül, amit szerves tápanyagként juttatnak a talajba. A nyírjákói üzemben jövő héten indulnak a melegüzemi próbák, szeptember második hetétől pedig a tényleges munka is elkezdődik. A cégcsoport két évvel ezelőtt szembesült azzal, hogy szükség van a kapacitás bővítésre. A kormány több mint 700 millió forintos támogatásával végül 2,6 milliárd forintból építettek szerves anyagkezelő gyárat a településen. A projekt célja nem lehetett más, mint ezeknek a folyamatosan növekvő baromfi trágyáknak a környezetkímélő, legkorszerűbb biológiai eszközökkel történő olyan műszaki technológiai géprendszerek kifejlesztése, amelynek a végén organikus eredetű és több célú, azaz több növényi fajta felhasználására alkalmas terméket fejleszünk ki. Értelemszerűen ezt a szerves anyagkezelő központot ide terveztük, Nyírjákó község közreműködésével, aki további 5-6 hektár bocsájtotta rendelkezésünkre a meglévő épületcsarnok mögé. Ehhez a fejlesztéshez szükség volt egy kutatási és diagnosztikai labor kialakítására is. A feladatban együttműködött a cégcsoporttal a Debreceni Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Intézete. Két labor működik, a felhasználásra szánt kutatásokat Nyírkercsen végzik, az egyetemi oktatási céllal pedig Debrecenben működik. A beruházás így túlmutat a baromfi ágazaton. Ezért is nevezte agrártörténeti pillanatnak a gyár átadását Nagy István miniszter, majd hozzátette, még 2-3 ekkora méretű üzemre van szüksége Magyarországnak a fenntartható és hosszú távú gazdálkodás érdekében. A körkörös gazdaságnak köszönhetően a baromfi trágyából fermentátum, vagyis természetes növényi tápanyag készül, amit visszajutatnak a talajba. A teljes mértékben hazai vállalat komplex feladatokat látott el eddig is, takarmány termeltetéssel, baromfi tenyésztéssel, keltetéssel és broiler csirke hízlalással is foglalkoznak. Felismerték viszont azt is, hogy a több mint 400 ezer négyzetméterre nevelt tyúkok és csirkék trágyája egész évben rendelkezésre áll, mint alapanyag. Az évi 60 ezer tonnás mélyalmos trágyatermés mennyisége és minősége lehetővé tette, hogy ipari méretű és korszerű szerves anyagfeldolgozást valósítsanak meg, előtérbe helyezve a levegő és talajvédelmi szempontokat. A tárcánál is támogatandónak tartjuk az ilyen kezdeményezéseket, mivel lehetőséget teremtenek arra, hogy több lábon álljon egy vállalkozás. Termőföldjeinken mérséklődjön a műtrágya felhasználás, de növekedjen a szerves anyag alkalmazás, aminek számos pozitív hatása van. Az elmúlt 50 évben a talaj tápanyag tartalma a 10%-ára esett vissza, így a termőtalaj olyan kincs, ami minden évben egyre kevesebb, tette hozzá az agrárminiszter. A szerves trágyának számtalan pozitív tulajdonsága van a műtrágyával szemben, fertőzésektől és kórokozóktól is mentes. Nyírjákon korábban már használták a cégcsoporthoz tartozó gyárban készült tápanyagokat, ennek köszönhetően növelték a termés átlagot, és javult a termések minősége is, közölte a település polgármestere. A mai naptól nem csak egy kis település vagyunk Szabolcsban, hanem mi vagyunk az a falu, ahol a Baromfi Coop elkezdte a mezőgazdaság átalakítását,
szemléletváltását. Cél a vegyi anyagok helyett biotápanyagok kijuttatása a termőföldekre. Az önkormányzat saját földjein ezt teszi, bebizonyítva, hogy felelősen gazdálkodva, vigyázva a földjeinkre is lehet eredményesen gazdálkodni. A csirkehús napi fogyasztási cikk. Ebből a szempontból válságállónak számít a piac. A kereslet a jövőben is nőni fog. A csirkehús fogyasztás a következő 20 évben évi 2%-kal emelkedik majd világszerte. Ennek azonban feltétele, hogy elég élő csirke alapanyaggal tudják ellátni a feldolgozó üzemeket, hangzott el a gyáráttadó ünnepségen. Továbbra is várják a gazdák felajánlásait a Magyarok Kenyere programban. Megyénkben úgy számolnak, akár a 120 mázsát is elérheti, vagy meghaladhatja az összegyűjtött búza mennyisége. Ebből aztán liszt készül, amelyből csomagokat állítanak össze, és rászorulók között osztják szét. Évről évre megmozdulnak a gazdák, és közös erővel búzaadomány formájában segítenek a rászorulókon a Magyarok Kenyere program keretében. Idén eddig már 400 tonna kalászos gyűlt össze idehaza, a szervezők pedig a 600 tonnát jelentősen meghaladó adományra számítanak, amelyet aztán liszté őrültetnek. A Nemzeti Agrárkamara 2013-ban csatlakozott a Kárpát-medencei jótékonysági kezdeményezéshez. Egy ilyen gazda összetartozásnak a jelképe lenne ez, hogy a Kárpát-medenceiben élő gazdálkodók segítenének, szeretnének azokon, akik erre rászorultak, és egy ilyen búza adományként próbáljuk jelképezni azokat, hogy minél többen, akár milyen kis mennyiséggel is hozzá lehet csatlakozni ez a kezdeményezéshez. Ez a határon átnyúlóvá nőtte ki magát sokan, Kárpátaljából, Romániából is, Erdélyből is sokan csatlakoznak ehhez. 2011-ben a program indulásakor még csak 10 tonna adományt ajánlottak fel a gazdák, tavaly pedig már 605 tonnát. Az adakozók létszáma közben néhány százról több ezerre nőtt. Szabolcs-Szatmár Bereg megye is rendre bizonyítja, hogy nem tétlen, ha segítő kezet kell nyújtani. Mi a 100 mázsát meg szoktuk haladni itt a megyében, már tavaly is meghaladtuk, illetve tavaly előtt is. Most is úgy gondoljuk, hogy egy ilyen 120 mázsa körüli, ami lisztet majd Krámer Zoltán úrnak az üzeme, malom legyárt baktorórántázán, és mindenkinek olyan kiszerelésbe juttatunk el, ahol neki egyszerű kezelni. A szervezők a Vöröskereszten, a gyermekjóléti szolgálaton és az önkormányzatokon keresztül keresik meg a rászoruló családokat, akiknek szeptember után szokták átadni a csomagokat. Megyékben idén a június végi viharkáros útjain is szeretnének segíteni. Bár az eddig összegyűlt búzát az elmúlt hétvégén összeöntötték, az adományozás nem zárult le, a szervezők még várják a felajánlásokat a kijelölt búzagyűjtő pontokon. A legtöbb helyen augusztus közepéig lehet adakozni, Szabolcsban azonban tovább tart a gyűjtés. Nyíregyháza önkormányzata ünnepi műsorral, Világok zenéjével, a 9. Nyírségi Nemzetközi Néptánc Fesztivál záró gála műsorával és tűzijátékkal várja a városlakókat a Kossuth téren augusztus 20-án. Jó hír az autósoknak, hogy augusztus 19-én hétfőn és 20-án kedden az ünnephez kapcsolódóan ingyenesen használhatják a Nyír VV által üzemeltetett nyíregyházi parkolóhelyeket, közölte a társaság. Új laptopokkal és multifunkcionális eszközökkel bővült a Nyíregyházi Védőnői Szolgálat tárgyi infrastruktúrája. A mindennapos munkát segítő felszerelésekkel az egészségügyi alapellátást tenné korszerűbbé az önkormányzat. Projektjük részeként épületfelújításra és fejlesztésre is sor kerül a megyeszékhelyen. A védőnőknek is sok adminisztratív munkájuk van, adatokat, eredményeket kell rögzíteniük, nem mindegy azonban, hogy milyen eszközökön. Ezeknek a feladatoknak az ellátását könnyítik meg azok az új laptopok, amelyeket szerdán vehettek át a Nyíregyházi Városházán. Korábban okostelefonnal segítette őket az önkormányzat, most több mint 20 védőnő jutott nem csak új számítógépekhez, hanem multifunkcionális nyomtatókhoz is, amelyeket később adnak át nekik. Ezeken nem csak nyomtatni, hanem szkenelni és fénymásolni is tudnak majd.
Ha beviszi egy kismama mondjuk, vagy a gyermekének beviszi az adatait, beviszi a papírját, bocsánat, az előjelentését, azt be tudják szkennelni, és egyből hozzá tudják csatolni, tudnak belőle maguknak is készíteni egy másolatot. Tehát így a munkájukat így adminisztratíven nagyon megkönnyíti, mert eddig ugye ezek nem voltak, nem volt lehetőség, honnan kaphatott egy másolatot mondjuk egy kismama, hogyha bement a védőnőhöz, mert a védőnőnek szüksége lenne egy másolata, most gyakorlatilag ezzel ugye biztosítva lesz. A város polgármestere szerint kiemelt cél, hogy segítség a gyermekek születését, nevelését a védőnőkön keresztül. Ez szolgálta országos szinten a július 1-én életbe léptetett béremelés, helyben pedig az orvosi rendelők, illetve a Szent István utcai kis STK felújítása is. Én azt gondolom, hogy az anyagi megbecsülés, erkölcs és a munkakörülmények javítása egyaránt fontos, különösen Nyíregyházán, ahol hála Istennek abban a városban élhetünk, ahol évről évre nő a gyermekszületés, nő a városunk lakosság számos és nem csökken, és a jövőnket ez alapozza meg. Az eszközfejlesztés egy bő 407 millió forintos projekt része, melynek célja a nyíregyházi egészségügyi alapellátás fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastruktúrális feltételeinek korszerűsítésén keresztül. A program önkormányzati tulajdonú épületeket is érint, a Csillag utcai például orvosi és védőnői rendelőnek is otthona lesz majd a jövőben. Vannak olyan helyek, ugye multifunkciós helyekre körülbelül 10 telephelyre teszünk be. Egy telephelyen lehet, hogy 2-3 védőnő dolgozik. Na most előfordul az, hogy nem a zsúfoltság, de nem annyira kényelmes a munka terület, mert hogy ugye 2-3-an dolgoznak. És így a Csillag utcán az válik lehetővé, hogy oda 4 védőnő fog mondjuk beköltözni, és ugye egy tágas területre, amivel ők oda beköltöznek, ahonnan elköltöznek, ha most dolgoznak, nyilván tágasabb lesz ott is a hely. Tehát ugye a mindennapi munkatevékenységünknek a környezetét tudjuk biztosítani, hogy megfeleljen azoknak, hogy ne érjenek egymás, bocsánat, szájába, tehát ne vegyék egymástól a papírt el, tehát hogy kényelmesen tudjanak ülni, adminisztrálni, vagy akár gyermektanácsadást végezni. A Fenyő utcai jelenleg körzeti orvosi szolgálatnak helytadó épületen pedig infrastruktúrális fejlesztést és energetikai korszerűsítést végeznek majd el. Emellett akadálymentessé teszik és új egészségügyi eszközökkel is bővítik. Jelentős a nyári forgalom a Móricz Zsigmond könyvtár gyermek részlegében, és idén is keresik a könyvfalókat. 12 könyv szerepel a könyvtár listáján, minden könyvhöz tartozik egy feladatlap, amely a könyv tartalmára, szereplőire, cselekményére kérdez rá játékos feladatokon keresztül, és a gyerekeknek az a feladatuk, hogy minél több könyvet olvassanak el, minél több feladatot megoldva, minél több pontot gyűjtsenek, és megcélozzák így az értékes nyereményeket. Az első helyezett jutalma egy e-book olvasó, majd könyvcsomagokat és ajándékbelépőket nyernek a további helyezettek. A díjkiosztó az országos könyvtári napok keretében a könyves vasárnapon történik, számol be a város honlapja. Fontos információ, hogy augusztus 12-től 21-ig zárva tart a könyvtár központi épülete. Ez alatt a Vécsei utcai fiók intézményben, illetve az Örökösföldi könyvtárban fogadják az olvasókat. Egyedüli nyíregyházi atlétaként képviselte a magyar színeket Bakosi Péter a norvégiai csapat Európa-bajnokságon. A sérüléssel bajlódó magasugró 212 cm-rel a 7. helyen végzett. Elképzelhető, hogy ezzel Bakosi számára befejeződött az idei szezon. Egy norvégiai kisvárosban, Sandnesben rendezték meg a csapat Európa-bajnokság első ligájának, azaz második vonalának versenyét. A magyar válogatott célja a legjobb 8 közé kerülés volt, mivel ez azt jelentette volna, hogy az átszervezés követően is benn marad a csapat a másodosztályban. Bár a nyíregyházi Bakosi Péter az országos bajnokságon kiesett, a szövetség kérésére rajthoz állt Norvégiában, ahol 212 cm-es eredménnyel a 7. helyen végzett magasugrásban. A mezőny az elég erős volt, Petivel megnéztük, talán erősebb volt, mint a Szuperligában. Peti a ranglistán 7. volt, végül is a 7. helyen végzett, tehát az időjárás az ugye északi ország lévén, hát 18 fok, eső, erős szél, tehát ez jellemezte végül is a 3 napot a versenyen. Nagyon gyorsan változott az idő, ettől függetlenül azt gondolom, hogy Péter hozta azokat a pontokat, ami kellett, 212 cm-t ugrott, mezőny is önmagához képest tehát sokkal rosszabbul ugrott, de a csapat szempontjából azok a pontok meglettek, ami kellett
ami reálisan Péternek hozni kellett. Pétert a körülmények nem zavarták a versenyen, viszont Achilles problémái miatt nem tud a 100%-os teljesítményt nyújtani. Jelenleg is sérülés a bajlódok, ami eddig nem tűnik valami fényesnek, valamikor még a járás megterhelő vele. Kint a csapat Európa bajnokságon az időjárás az tipikus északi volt, ugye 16 fok, szakadó eső általában, de igazából engem annyira nem befolyásolt a versenyen. Próbáltam odafigyelni, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki, és ne sérüljek még jobban rá. Az edző szerint végül jó döntésnek bizonyult az, hogy a sokszoros magyar bajnok magasugró vállalta a megmérettetést. Amikor a szövetség felkérte Pétert, nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy egyáltalán elvállalja a versenyt, de végül is úgy döntött, hogy megbeszéltük, és azt mondta, hogy végül is el tudja vállalni, és hát elvállalja ezt a versenyt. Előre már volt egy MR vizsgálat, ami alapján végül is kiderült, hogy nagyon be van gyullad az Achilleszín, tehát elég erős fájdalmai vannak, úgyhogy ettől függetlenül azt gondolom, ez a 212 cm ilyen körülmények között teljesen jó teljesítmény. Bakosi Péter még a Szuperliga és a csapatbajnokság döntőjében állhat rajthoz, azonban ha az orvosok nem javasolják a versenyzést, akkor Norvégiában véget ér számára a szezon. 12 korosztály 15 csapatában közel 300 fiatal labdarúgó készül a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémián. A jövő hét végén rajtoló szezonban az U14-es és az U15-ös együttes szerepel a kiemelt bajnokságban. A cél az, hogy minél több saját nevelésű játékos kerüljön fel a Spari keretébe. A jövő hét végén rajtolnak a labdarúgó utánpótlás bajnokságok, így az azokban érdekelt csapatok már a felkészülés hajrájában járnak. A Bozsik Akadémián július közepén először a nagypályás 12 és 19 év közötti fiatalok kezdték el a munkát, majd a 11-12 évesek, aztán pedig a kisebbek is bekapcsolódtak a felkészülésbe. Az örökösföldi pályán közel 30 szakember irányításával az életkoruknak megfelelő képzést kapják a fiatal futballisták. A gyerekeknél, ami nagyon fontos, nagyon lényeges alapelvek az, hogy minél több labdaérintés legyen, minél több nyomásos helyzetet és játékhelyzet megoldást csináljanak, és próbáljanak minél többet a játékból kihozni. Labdakontroll, kétlábasság, ezek az alap dolgok, amiket ott csinálni kell. A 12-15 éveseknél, ami nagyon fontos az, hogy nagypályára való átmenetet biztosítsuk, ez itt a posztokat, csapatrészeket kell már kialakítani, a 16-19-ig pedig már a teljesítésnek az időszaka következik, a ifi korban már egyre markánsabban megjelenik az, hogy most ki melyik poszton lehet jó, és itt már a kondicionális képzés is előtérbe kerül, valamint taktikailag kell már olyan szintre felhozni a játékosokat, hogy az U19, amikor közös edzéseket végez keddenként a felnőtt csapattal, akkor ne lógjanak ki a srácok, és ne okozzanak csalódást. A Nyíregyháza Spartacus az elmúlt szezonban több akadémistával kötött szerződést, és a klub vezetői a jövőben is számítanak a legtehetségesebb fiatalokra. Ők azt szeretnék, és teljes joggal, hogy minél több érett játékost adjunk föl. Ennek két oldala van. Az egyik az, hogy az a 13-14 éves fiú, aki nagypályára fölkerül, és látszik, hogy igazi tehetség, az itt maradjon Nyíregyházán, ne menjen el. Ezt nem mindig sikerül mostanában megoldani. A másik dolog pedig az, hogy amikor ifikorig eljut, akkor mi képezzük ki úgy őket, hogy amikor belép a felnőtt csapat öltözőjébe, és amikor föllép az első csapattal az edzőpályára, akkor folyamatosan azonnal be tudjon illeszkedni, illetve tudják használni az edzők ezeket a játékosokat. A 2019-2020-es szezonban az U14-es és az U15-ös csapat szerepel a kiemelt országos bajnokságban. A két együttes a jövő hét végén a Ferencváros vendégeként kezdi a bajnokságot. Az elmúlt idényben 6 nemzetközi tornán vettek részt az akadémia csapatai. Ezt a gyakorlatot szeretnék folytatni, ezen a héten a 15 és 17 évesek Ungváron a havasi emléktornán képviselik a magyar színeket. Híradunk végén, lássuk a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Átadták a 2,6 milliárd forintból épült Baromfi Kóp Kft. Szerves anyag kezelő gyárát Nyírjákón. Agrártörténeti pillanatnak nevezte az üzemindítását az ágazat minisztere, mivel szeptembertől elindul egy új típusú körforgásos gazdálkodás. Európában is egyedülállónak számít a gyár felszereltsége. A korszerű technológiának köszönhetően évente 60 ezer tonna baromfi trágyát dolgoznak fel az üzemben. A környezetkímélő eljárásnak köszönhetően a trágyából fermentátum készül, amit szerves tápanyagként juttatnak a talajba.
A gazdák búzával segítenek, a malmok ingyen őrölnek, a lisztből pedig csomagokat állítanak össze, és a rászorulók között osztják szét. Ez a lényege a Magyarok Kenyere programnak, melynek keretében továbbra is várják a felajánlásokat. Megyénkben úgy számolnak, akár a 120 mázsát is elérheti, vagy meghaladhatja az összegyűjtött búza mennyisége. Szabolcsban egyébként nem csak a szegény családokon, hanem a június végi vihar károsultjain is segítenének. Új laptopokkal és multifunkcionális eszközökkel bővült a Nyíregyházi Védőnői Szolgálat tárgyi infrastruktúrája, melyeket szerdán vehettek át a munkatársak. A mindennapos munkát segítő felszerelésekkel az egészségügyi alapellátást tenné korszerűbbé az önkormányzat. Több mint 400 millió forint összköltségű projektjük részeként épületfelújításra és fejlesztésre is sor kerül a megyeszékhelyen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 14-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Szerdán este eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Ismétlődő eső, zápor sokfelé valószínű, az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 fok körül alakul. Csütörtök estig a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, az északkeleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. Pénteken változóan felhős idő várható szorványosan záporral, zivatarral, ettől kezdve már csak fátyol és gumoly felhők zavarhatják a napsütést és fokozatos melegedés kezdődik, továbbá csapadékra is csekély esély mutatkozik. Az előttünk álló hosszú hétvégén tehát az időjárásra előre láthatólag nem lesz panasz.